Tisztelt polgármester úr, képviselő úr, igazgató úr, tisztelettel köszöntöm Önöket az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében. Minisztériumunk idén ősszel írta ki az Art Mozik digitalizációs pályázatát. Ez egy technikai fejlesztési pályázat. Ez a pályázat nem először került kiírásra már, hiszen az előző években is meghirdettük. 2011 óta évi rendszerességgel hirdetjük meg ezt a pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumában. 2011-ben volt először, 12-ben másodszor, és most 2013-ban harmadik alkalommal hirdettük meg. Annak érdekében hirdetjük meg ezeket, most már rendszerességgel ezeket a pályázatokat, hogy fennmaradhassanak az önkormányzati fenntartású vagy önkormányzati támogatásban működő art mozik. Azok a mozik, amelyek elsősorban magyar és értékes európai filmalkotásokat vetítenek. Nagyon fontos, hogy ez a cél megvalósulhasson, és azért is fontos ez, mert mára a hagyományos filmtekercsek eltűntek a filmforgalmazásból. Hiszen 2013. január 31-e óta, tehát az idei év eleje óta már az újonnan elkészült filmeket digitális hordozókon terjesztik a terjesztők, a hagyományos filmtekercsen már nem érkeznek meg az ilyen mozikba ezek a filmek. Ezért nagyon fontos, hogy mindenütt tudjuk segíteni az átalakítást, tudjuk segíteni az önkormányzati fenntartású vagy önkormányzati támogatásval működő mozikat abban, hogy a régi gépeket, a régi mozigépeket le tudják cserélni új digitális eszközökre. A pályázat erről szól, ez a célja. 2011-ben, amikor először meghirdettük, akkor is 100 millió forintos kerettel hirdettük meg 2012-ben, és most 2013 őszén is 100 millió forintos pályázati kerettel került meghirdetésre ez a pályázat. 2011-ben 11 önkormányzat pályázott, akkor 9 moziterem digitalizálásához tudtunk hozzájárulni. 2012-ben 15 pályázó volt, és akkor 10 terem kapott támogatást. Most az idén 2013-ban 12 pályázat érkezett, és a 12 pályázatból 10 eredményesen pályáztak, és támogatást kapnak a mozitermek átalakítására. Nagyon fontos az, hogy ezen pályázat során az idén olyan pályázati feltételeket biztosítottunk, amelyek könnyebbek voltak a korábbi évek feltételeinél. Azaz nem írtuk elő, hogy kötelezően olyan mozi pályázhat csak, aki már az artmozi minősítéssel rendelkezik. Van Magyarországon ennek egy törvényi, illetve rendeleti környezete, hogy ki lehet artmozi, ez egy minősítési rendszer. Az idén azt mondtuk, hogy az is megkaphatja a támogatást, aki ugyan még nem artmozi, de vállalja, hogy a következő 2 évben eléri ezt a minősítést. Ezzel is szeretnénk segíteni, hogy a magyar filmek, az értékes európai filmalkotások minél több moziban eljussanak az emberekhez, most már az új technika segítségével. Az új technikában az is nagyon fontos, hogy ez minőségileg is jobb filmvetítés, élvezhetőbb a film, ez is nagyon fontos dolog. Azt is tudniuk kell, hogy a pályázati kiírásban az 5 termesnél nagyobb mozik nem pályázhatnak. Azaz ez nem a multiplex mozik segítésére szolgál, hanem elsősorban a kisebb mozik, 1-2, maximum 3 termes mozik. Ez a jellemző egyébként a magyar filmszínház struktúrában. Ők azok, akik pályázni tudnak, és pályáztak eddig is. Egyébként most már az elmúlt években az így nyertes pályázatok, az 29 moziterem, tehát ezt mondhatjuk, hogy az elmúlt 3 évben 300 millió forintot biztosítottunk a mozitermek digitalizációjára, és összesen 29 moziterem digitalizációját tudtuk támogatni, és még 12 terem van az országban, amely art típusú terem, és még oda nem jutott el a segítség. Épp ezért jó hír az is, hogy jövőre 2014-ben a költségvetés tervezetben szerepel újra ez a keretösszeg, és jövőre újra 100 millió forinttal tudjuk segíteni a mozikat, és jövőre tulajdonképpen végére tudunk érni ennek a programnak. És nagyon jó ez, hogy időben lépve sikerült ez a folyamat.
És hát akkor az örömteli hír az idén, hogy kik azok, akik nyertek a 12 pályázó közül. Kap támogatást Komárom a Jókai Mór Filmszínházra 10 millió forint értékben, támogatást kap Debrecen az Apolló mozi arttermére 9 millió forint értékben, támogatást kap Sárospatak a Művelődési Ház moziterme 12,5 millió forint értékben, Szarvas a Szarvasi mozira 10 millió forintos támogatást kap, Szeged a Belvárosi mozi Balázs Béra termének digitalizációs fejlesztésére kap 9 millió forintos támogatást, Székesfehérvár a Barátság mozi esetén 10 millió forintot, Sziget-Szentmiklós most pedig a Nádasdy Filmszínház digitalizációjára kap 10 millió forintot, Szolnokon a Tisza mozi 10,5 millió forintos támogatást kap, és Zalaegerszegen az Art mozi stúdió termét is támogatjuk a digitális átállásban 9 millió forinttal, és Nyíregyházán is pályáztak a kollégák. Gratulálok az önkormányzatnak, polgármester úrnak, a szakbizottság képviselőjének, képviselő úrnak, hiszen a pályázat benyújtása az mindenképpen önkormányzati segítséggel történik minden esetben. Nyíregyháza is pályázott az idén, és az idei pályázók itt a Krúdy Gyula Art moziban, az idei pályázatuk most 10 millió forintos támogatást kap, és ennek segítségével tudják ott valahol a hátul lévő régi filmvetítő gépet lecserélni, vagy helyettesíteni, mert nyilván kidobni nem kell a gépet, helyettesíteni azzal az új technikával, ami ebből az összegből egy kisebb önkormányzati segítséggel, amit szintén nagyon nagyra tartunk, és nagyon fontos, hogy az önkormányzat így is mellé áll a programnak, így tudnak egy új gépet venni és megvalósítani ezt a programot. Gratulálok hozzá önöknek, és bízom benne, hogy ezzel tudjuk segíteni a helyi közösségi életet is, hisz egy artmozi az nem egyszerűen csak egy mozi. Artmoziba olyan emberek járnak, akik egymás közösségét is keresik. Artmozi nagyon sokszor művelődési házban van, így Nyíregyházán is ismerjük ezt a példát. Nagy artmozi sokszor olyan, ahol közösségi terek is vannak a mozi előtt, nem csak a mozi teremben ülnek együtt az emberek a sötétben, találkoznak előtte, találkoznak utána. Egy olyan helyi közösségi tér is ez, amely nagyon fontos nyilván minden városban. Most egy technikai segítséget tudunk ehhez tenni, hozzáadni, de azt is tudniuk kell, hogy folyamatban van egy pályázatunk, amely bizonyára jövőre is lesz, amely egyébként az artfilmek forgalmazását, illetve az artmoziknak a szakmai munkáját segíti. Ez is egy olyan lehetőség, amely majd az így felújított moziknak a későbbiekben is segítséget tud adni. Bízom benne, hogy majd ez Nyíregyházára is megérkezik, úgy, ahogy ez a 10 millió forint is majd. Köszönöm szépen a figyelmüket. Blu-ray-t és DVD-t digitális vetítővel már tudunk vetíteni, csak ugye az nem alkalmas a DCI-kompatibilis vetítésre.